Sziasztok! Üdvözöllek benneteket ebben a videóban, amiben arra gondoltam, hogy elviszlek magammal titeket is Szentendrére, ugyanis már 1000 éve terveztem, hogy elmegyek biciklivel Szentendrére. Ugye azt így tudni lehet, hogy Budapestről Szentendrére elég jó bicikliút vezet. Tényleg most itt vagyok a Népszigetes vasúti hídnál, pont most értem át, és jön is egy vonat. Megvárjuk, hogy kicsit halkabb legyen. Szóval egész jó a bicikli út, és úgy tudom, az elmúlt években még fel is újítottak valamit rajta, úgyhogy most letesztelem, és még tényleg nem voltam soha Szentendrén biciklivel, úgyhogy most ez következik, és gondoltam, elviszlek magammal benneteket is, hogy egy kicsit inspiráljalak, és megmutassam nektek is, hogy amúgy milyen jó buli nyáron 40 fokban elmenni Szentendrére biciklivel. De nagyon fontos, én is bekentem magam tetőtől talpig naptájjel, úgyhogy a naptáj pipa, a bicikli is, minden szükséges felszerelés megvan, úgyhogy gyertek, tartsatok velem! Megérkeztem Szentendrére, hát szerintem zseniális ez a bicikliút, ez sokkal-sokkal többször be fogom iktatni ezen a nyáron, meg máskor is. Nyilván voltak szakaszok, ahol nem volt tükörsima az út, de volt egy rész pont a Lupató környékén, ami valószínűsítem, hogy új lehet, és az nagyon király volt. Meg aztán a másik, hogy nem is volt napon végig a bicikliút, tehát csomó olyan rész volt, ahol ilyen kis erdős, fás részek voltak, úgyhogy nem is kellett mindig megsülni. Meg egyébként a biciklizés az tökre olyan, hogy így közben nem érzed, hogy meleged van. Aztán amikor leszállsz, akkor így leesik rólad az összes izzadság. Úgyhogy igen, így összességében szerintem nagyon jó, tök jó az a bicikli út, biztos amúgy csomó útvonal van, nem csak ez az egy, úgyhogy lehet próbálgatni, de ez nekem nagyon bejött, úgyhogy majd úgyis látjátok a felvételeken, hogy milyen kis hangulatos helyeken lehet jönni. Igen, meg még a római part az nyilván az a fehér kavicsos rész, ami tehol nem lehet hasítani, de egyébként sem, mert sok a gyalogos, meg ott tele van mindenféle vendéglátóhelyen az egész, úgyhogy így váltakoznak a jobb és a kevésbé jobb útszakaszok, de összességében szerintem teljesen jó. És igen, most itt van itt egy farönk, amin ülök egy fa alatt, pont itt a Szabadstrand környékén. Igazából egyik pillanatról a másikra ideértem Szentendrére, és észre se vettem, hogy már itt vagyok, de itt voltam. Úgyhogy most nagyon jó itt. A terv pedig az, hogy egy kicsit betekerek most oda a Dunakorzóra, megnézem, nem akarok ilyen nagy étkezést, valamit azért teszek, mert kicsit megijesztem. Egyébként egy lángosra gondoltam, meg egy fagyira, úgyhogy szerintem ezt a kettőt megnézem, és eszek egy kicsit, sétálok egy kicsit. Most nagy Szentendrés városnézést nem szeretnék,
csak így bekukkantok a főtérre, hogy mi újság, aztán megyek visszafele Budapestre. Egy óra alatt bőven ide lehet érni, de nyilván attól is függ, hogy Budapest melyik részéről indul az ember. Én a 13. kerületből indultam, és onnan volt így egy óra körülbelül az időtáv. És hát nagyon jól esett. Amúgy nem az a megterhelő táv egyáltalán. Azt hiszem ilyen 19 kilométer, 20 kilométer összesen, de nem érzem most még nem érzem. Aztán majd holnap, nem mindegy, szóval kicsit körülnézek a főtéren, belvárosba, eszek egy kicsit, aztán indulok is visszafele igazából. I wanna kiss you before the sun goes down. What you do.